Hello, szép, jó napot, nem is tudom, milyen nap van, talán szerda. Szép estét kívánok nektek. Hát megálltam megpróbálni, hát, hogyha elér a városból idáig a térerő, mert pont itt velem szemben van az a város, ahol, és városka, ahol aludtam, és hát valami mesés a panoráma. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt megmutatom nektek. Gyönyörű, gyönyörű idő van, tehát tegnap elment ez a vihar, meg ugye itt ez a hóvihar itt fönt, úgyhogy ezt kibekkeltem lent, ettem, meg pihentem, meg felszereléssel volt gondom, botot kellett cseréljek, vízszűrőt kellett preparálnom, gázt kellett vennem, szóval volt egy csomó minden, úgyhogy ezeket kihasználtam az alkalmat. És úgy jövök most, nem tudom, mint aki nem tudom, mit reggelizett. Azt mondja, hogy fél 9, fél 10, fél 11, fél 12, 4 és 4 órája jövök, és 30 kilométernél tartok mindjárt, úgyhogy pedig hát emelkedik, de gyönyörű, gyönyörű, mint láthatjátok, ilyen gyönyörű erdőbe jövök. Na, megfordítom a kamerát, hogy lássátok, hogy mit szeretnénk nektek mutatni. Na, itt van. Ez ott szembe, ez a havas, ez a Monsen Jacinto, ez amin keresztül küzdöttem magam, és ez itt Big Bear Lake. Ez egy hatalmas tó, ami így arrafelé is elnyúlik, meg még arra. És ugye ott van szemben a település, ott aludtam, ahol az a móló van. Úgy ott, igen. És aztán így teljesen így körbe kellett jönni. Hát gyönyörű, de hát láthatjátok, hogy mese szép. Szóval ez olyan, ahogy szoktam mondani, olyan indián film feeling, gyönyörű szép idő van. Reggel 3 fok volt, amikor indultam, most 7 van. De süt a nap, tehát ez az a fajta meleg van, mint amikor tudjátok, elmentek síelni az Alpokba télen, és nem kell kabát, mert és jó, mert ugye, hogy így megyek, és közben ilyen hűvös szellő van, nem fúj erősen, tehát ez így pont nagyon-nagyon klassz, valószínűleg ez is közben játszik abba, hogy ilyen jól tudok menni. Na, itt jön, pont nézzétek meg egy srác. Háj! Úgyhogy ő nyomja tovább, úgyhogy láthatjátok, így lóg a papucsa a zsákján. Ezek szerint jön még valaki, igen, itt jön a barátnője, gondolom. Úgyhogy legalább őt is látjátok. Hi, how are you? Hops, be careful. Na tessék, itt szerepel, aztán itt orra esik nekünk. Hello, szia Tibi! Hello, Csernuska! Na szóval, megfordulok egy kicsit, és akkor látjátok azt is, meg engem is. Szóval nagyon-nagyon klassz idő van most, nagyon jól lehet menni. Még egy ilyen 6 kilométerre vagyok a forrástól, és akkor ott megállok enni. Csináltam reggel sonkás szendvicset magamnak, úgyhogy azt betolom, és hát ha ilyen jól megy, eléggé komoly álmokat dédelgettek most. 3,5 nap ez a táv, aminek most nekivágtam, de megpróbálkozom átcsűrni 2 nap alatt, ha így megy, hiszen van még 7,5 órám, és azért, ha le tudnék nyomni 60-at ma, meg holnap is 60-at, és nem olyan meredek, most is emelkedik egy ilyen 5 kilométeren, de ez pont az a fajta, leülök addig ide, mert azért elfáradtam. Basszus, jaj, csak aztán meg majd nem tudok felállni. Szóval, hogy pont ez a fajta terep, ami nagyon jól fekszik nekem az emelkedése, amin úgy jól tudok söpörni. Úgyhogy elég sok emberre találkoztam ma. Úgyhogy ilyen meglepő, valószínűleg azért, mert ugye előtte persze ott a túloldalon, ami mindjárt mutatom nektek megint, ugye ott, ahol rohadt nehéz,
ott azért eltűnnek az emberek igen rendesen, és kikerülik. Úgyhogy hallgassátok a podcastet, mert abban tényleg ilyen minden nap így mesélek nektek. Szeva, Robi! Hogy te ezt hogy élveznéd? Ez igazán a te világod lenne ott a hóba is. Meg hát lenne dolgotok elég, mert nagyon durva napi szinten mentik ki az embereket, meg nézem, hogy hány baleset, meg mi van. Tehát én ilyen ledöbbentem ezen. És ezért ez így elgondolkodtató ám, hogy ugye van itt egy ilyen engedélyrendszer, ami talán, aki emlékszik rá, nem tudom, novemberben volt, évivel egyszerre két gépnél külön-külön ugye meg számolt vissza, hogy most nyílik az ablak, abban például nyomtuk a gombot, és 4400-dik voltam. És ugye május 9-ére lett dátumom, de ugye, mint láthatjátok, nem akkor indultam, mert az erre a részre, erre nem kell engedély, és ez nekem így pont jó jött, hogy mire visszajövök, az meg ugye pont akkor érvényes. És ezáltal én azt érzem, hogy belehajszolják az embereket abba, hogy ugye az ideális időablak ez a április elejétől május elejéig. De hát már akkor is csak május 9-én volt, amikor én 4400-nak beléptem. Február közepétől, sőt február, azt mondom nektek, hát igen, február közepétől ugye napi 50 engedélyt adnak ki, az fullon tele van. Tehát én kiszámoltam, hogy 2200, nem tudom hányan indultak el előttem. Most gondoltuk bele, hogy ezek az emberek tulajdonképpen azért, mert ugye örülnek, hogy egyáltalán kapnak egy engedélyt, akkor egyszerűen elindulnak felkészületlenül, nincsen semmi fajta, se hegyi, se havas tapasztalatuk, életükben nem volt a lábukon, se hágóval, se microspike. A túrobotot is nézem néhányan, hogy használják. Szóval azért itt tényleg életveszély. És valamelyik nap volt egy srác, aki hát tényleg, én azt mondom, hogy egy hős, mert egy csapat elakadt ott pont, ahol, ha emlékeztek, ahol én is, ahol kicsúsztam. És ahol ugye azt mondták, hogy nem kell ugye microspike, és nem volt nálam. És ugye 6 órával később értem le, és tényleg volt, a halálfélelmem volt. És ott ragadtak, mert nem mertek, nem tudtak tovább menni, és nem is mertek átmenni ezen a meredek jeges falon. És aztán jött egy srác, ő átment, és mondta nekik, hogy mindenki ott várjon, és akkor végigment a szakaszon, megnézte, és visszament, és aznap 5-ször tette meg, és szépen az embereket átvitte. Mondjuk ebbe azért mindig az a reszkér, hogy oké, mint én is átsegítettem ezt a lányt, na de nem tudsz helyette lépni, nem tudsz helyette a botodat leszúrni, megtámaszkodni. Ez a falu, ha megcsúszik, akkor ott van, szevasz, aztán vége az egész történetnek. Viszont ez itt szem, tehát ez nagyon-nagyon brutális volt, és még mindig az a Jacinto, és amerre most megyek, az a Baden-Powell, ami állítólag még rosszabb, ott úgy tudom, hogy egy rész le is van zárva a lefele résznél, mert annyira gázos a helyzet, úgyhogy fogalmam nincs, hogy mi lesz, mire odaérek. De ma is attól független, hogy itt látjátok, itt ugye nincsen, így nem látszik hó, mert ugye most a napos oldalon vagyok, de a másik oldalon, az északén, amin jöttem, ott ugyanúgy ilyen havas részeken kellett keresztülnöm, úgyhogy valahol rajzoltam egy nyuszit a hóba, de hát basszus, olyan béna lett, hogy komolyan egy óvodás szebbet rajzol. Úgyhogy ezt valószínűleg nem fogom megosztani. Na mindegy, elindulok, mert azért ma már tényleg, ha most ilyen jól megy, akkor ezt ki szeretném használni, hát ha így előbb át tudok érni, mert kellenének a napok, ha más nem arra, hogy tudjak tartani egy pihenőnapot. Ugye sokan kérdezitek, hogy mi az, hogy hó, meg mi az, hogy ilyen hegyek, meg akkor ez hogy sivatag, meg ilyenek. Ugye ez nem egy 20 méteres terület a Mojave sivatag, és ennek van magas hegy, meg ilyen valaki. Van egy magas hegyi része is, tehát magas hegyi sivatag, tehát így fönn, ilyen most 2800, most nem tudom, lehet, hogy valamivel lejjebb vagyok, de reggel 2001:30-ról indultam, és
És aztán, amikor elérem majd Tehecsepit, akkor utána onnan kezdődik igazán a Moavinek az a fajta sivatagja, ami úgy nektek így sivatagképben úgy beégett. És hát ott meg az lesz a brutális, hogy egyrészt nagyon erős szél van, másrészt pedig ugye csörgőkígyó is nagyon sok van, harmadrészt meg nincs víz ilyen 60 kilométerek szakaszokon keresztül. Úgyhogy azért az eléggé zúzós lesz, na de először ezt oldjuk meg, aztán majd ráérek azon gondolkodni. Na sziasztok, legyen szép estétek! Szeva Gábor, üdvözlöm Viktorkát is! Sziasztok!